Újabb 80 fő dolgozhat a csengeri cipőgyárban. Az új 1800 négyzetméteres termelőüzem 1 milliárd forintot meghaladó beruházási költségének felét nyerte el a cég a gazdasági operatív program hátrányos helyzetű kistérségek számára kiírt pályázatán. Nagyon fontos, hogy Csengerben minél több munkahely létesüljön, és azért nagyon örülünk ennek, hogy Juhász János igazgató úr által, valamint Kár August Zeibel igazgató úr által megvalósul ez a beruházás, hiszen Csengerben közel 30%-os munkanélküliségi ráta van, és a csengeri kistérségben jelentve ez a téli időszakban olyan 2400-2500 főt jelent. Ez, hogy most plusz 80 fővel bővül a cipőgyárnak a állománya, és ugye ezzel jobban tudják növelni a termelést, ez természetesen munkahelyteremtés jelent. A román határ közelében lévő településen a cipőgyártó kapacitás növelésére is szükség volt. Ezzel a lépéssel megkétszereződik a naponta legyártott cipők mennyisége. A József Zeibel számára 1991 óta átlagosan évi 900 ezer pár cipőt szállító Szamos Kft. Termelésének 60%-a Németországban talál gazdára, de a 40 országban kapható Zeibel cipők Csengerről az Egyesült Államokba, sőt Hongkongba és Új-Zélandra is eljutnak. Ez a 80 fő tényleges termelésre beindul, akkor naponta itt egy olyan 4000 pár kész cipő gyártása fog megvalósulni, aminek az értékesítése hát a világ számos országában történik, Amerikai Egyesült Államoktól kezdve Japán, Hongkong, Ausztrália és egész Nyugat-Európa felé. A munka már elkezdődött az új üzemben, az utolsó fröccsöntő gépeket a jövő héten szerelik be.